Ács Rezső polgármestere aggályosnak tartja, hogy az eddig a polgármesteri hivatalon belül végzett munkával az ilyen szexált külsős céget akar megbízni. A közgyűlésben egyfős fős többséggel rendelkező frakció ugyanis kiszervezné több pályázat projektmenedzsmenti feladatait. Ez több legköltséget jelent majd Ács Rezső szerint. Miként az is több pénzébe kerül a városnak, hogy a többségi frakció javaslatára jelentősen megemelték a képviselői tiszteletdíjakat. Ráadásul több ezen kívül a képviselői munkájuk miatt kieső civil bérük megtérítését is kérték. Ácseső szerint ez indokolatlan és erkölcstelen. Erkölcsileg szerintem nem lehet elfogadni azt, hogy mintegy háromszorosan emelték a képviselői tiszteletdíjakat az első döntéseik egyikével. Aztán most azóta már háromszor volt olyan képviselő, ilyen szexuális képviselő, aki háromszor kapott a bérkiegészítést. Az arra hivatkozva, hogy itt napközben végezén munkát, ezért nem tudom a munkahelyén teljesíteni. Egyébként erre törvényi lehetőség megvan, de munkáltató kaphatja meg a kieső munkabérnek a forrását vagy fedezetét. Ebből a munkáltató kifizeti a munkavállalót, erre ugyan lehetőséget ad a jog, de hasonlóra példa Szexádon az elmúlt 30 évben nem volt, tette hozzá a városvezető. Álcsezső szerint ez azért is aggályos, mert eközben az ilyen azt állította, hogy el van adósodva a város. A polgármester azt mondja, eközben a város üzemeltetésben hulladékszállításban gondok vannak. Véleménye szerint inkább ezzel kellene foglalkoznia a többségnek. A fejlesztések pedig sorra állnak le az ilyen döntései miatt. A Szabó Dezső utcai orvosi rendelő után a szőlőhegyi óvóda és bölcsöde kialakítása is veszélybe került. A terveket készítő szakember ugyanis nem kíván már együtt dolgozni az egyfős többséggel, így azonban félő, hogy a tervezést is újra kell kezdeni, amire átsrezső szerint már nincs elég idő. Egy szexuális tervezőről van szó, de ugyanilyen gondunk van egyébként a Mérej utcában építettünk volna egy új vízvezeték rendszert, amely előtt ezer ember vízzel átását tettük volna biztonság vagy biztonságosá. Most ezt a beruházást is megkérdőjelezték, tehát a város nem előre megy, és nem egy helyben áll, hanem hátrafele megy. A városvezető kihangsúlyozta, a sajtóban megjelentekkel szemben a polgármester nem tudja megakadályozni a közgyűlés által hozott döntéseket, ha nem ért egyet vele, újra a közgyűlés elé vihet egy-egy ügyet. De ha azt a közgyűlés másodszor is elfogadja, akkor végre kell hajtani.